Tisztelt Közgyűlés, Dunai Város megyei jogú város önkormányzata közgyűlésének 2023. június 29-ai rendkívüli nyílt ülését 9 óra 1 perckor megnyitom. Megállapítom, hogy a 15 képviselő közül 12 fő jelen van. Megállapítom, hogy a testület határozat képes. Tisztelt Közgyűlés, a közgyűlésnek a mai napon több olyan döntést kell hozni, amelyek hatályosulnak időpontja. Hatályosulásának időpontja 2023. július 1-e. A közgyűlési meghívó tartalmazza a rendkívüli nyílt ülés napi pontjait, amelyek a következők. Első javaslat a közétkeztetés biztosítása Dunai városban tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés módosítására. Kettes javaslat a Dunai város megyei jogú város önkormányzata, a Halászteleki Református Egyházközösség, a Dunai városi szakképzési centrum között haszonkölcsönszerződés megkötésére. Hármas javaslat a Dunai város jóvoda alapítókiratának módosítására és a Dunai város megyei jogú város önkormányzata közgyűlése 277/2023 és a 329/2023-as határozatai hatályon kívül helyezésére. Négyes javaslat a védőnői feladatellátás átvételéhez kapcsolódó, az ingatlanok és ingóságok használatának részletes szabályról szóló, a Fejérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórházzal kötendő megállapodás véleményezésére. Ötös javaslat a KNH Bank ZRT-vel megkötött fejlesztési hitelszerződés összegéből megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó egyes vállalkozási keretszerződések egyes számú módosítására. Hatos javaslat vállalkozási szerződés megkötésére a DVG ZRT-vel a partvédmű tereplépcsőinek karbantartási munkáinak elvégzésére. Hetes javaslat a Dunajvárosi jégcsarnokra vonatkozóan üzemeltetési szerződés kettes számú módosításáról. 8-as javaslat a Dunai Nonprofit Kft. Által megkötendő hulladékgyűjtési szállítási közfeladat ellátására irányuló 2023. július 1-től szóló közreműködői szerződés véleményezésére. 9-es javaslat a TOP 641 16 DU 1 2018-00-001-es kerékpárúgy fejlesztése Dunai városban projekttel kapcsolatban in-house szerződés megkötésére. Most döntenünk szükséges rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjairól, aki a napirendi pontokkal egyetért, azt kérem igennel szavazzon. Tizenkét igen szavazattal elfogadtuk a napirendi pontjainkat, most pedig a meghívott személyek részére tanácskozási jog biztosításáról rendelek egy szavazást, aki egyetért a tanácskozási jog megadásával, ezt kérem igennel szavazzom. Tizenkettő igennel megadtuk számukra azt. Napirendek elfogadása után megkezdjük a tárgyalózat vitáját, kérem, hogy hozzászólásokat a tárgyalt napirendi ponthoz kapcsolják majd. Egyes javaslat a közétkeztetés biztosítása Dunai városban tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés módosítására. A napirendi pont rövid tartalma szerint a közgyűlés a 145/2023-as határozatával döntött a közétkeztetés biztosítása Dunai városban tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megalapításáról. A vonatkozó szerződés módosítása a Halászteleki Református Egyházközösség által benyújtott kérelem nyomán vált szükségessé. Kérdezem az ügyrendigazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán elnök urat, hogy a bizottság véleménye ezt az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, és a bizottság véleménye ezt az előterjesztést, és négy igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találtam. Köszönöm szépen, szintén kérdezem, mint a pénzügyi gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnökét, hogy a bizottságok véleménye ezt az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleménye ezt az előterjesztést, és a határozati javaslatot 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja a tisztelt közgyűlésnek. Köszönöm szépen, elnök úr, most pedig megkérem jegyző urat, hogy ismertesse a közbeszerzési és bírálóbizottság véleményét. Köszönöm, polgármester úr, tisztelt közgyűlés, az önkormányzat közbeszerzési és bírálóbizottsága az előterjesztés sürgősségére való tekintettel az anyagot elektronikus úton véleményezte, és az önkormányzat közbeszerzési és bírálóbizottsága úgy 5 igen szavazattal egyhangulag támogatta a tárgyalni határozati javaslat meghozatalát. Köszönöm. Köszönöm szépen, jegyző úr. Kérdezem, hogy kérdés hozzászólás javaslat a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e? Jelentkezőt nem látok, a döntési javaslatot ismertetem. A közgyűlés támogatja, hogy a közétkeztetés biztosítása Dunai városban tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött vállalkozási szerződés módosítása határozat mellékletét képező tartalommal megtörténjen. Név szerinti szavazás fog majd következni. A közbeszerzésekről szóló 2015 évi 143-as törvény szerinti testületi döntéshozatal esetén név szerinti szavazást kell alkalmazni.
Az SMS 32. paragrafus második bekezdése szerint a név szerinti szavazás során az ülésvezető felolvassa a képviselők nevét és a jelenlévő képviselők a nevük felolvasásakor felállva igennel vagy nemmel szavaznak, vagy tartózkodnak a szavazástól. A szavazás eredményét a jegyző írásban felvezeti a névsorra a képviselők neve mellett. Tehát kérem tisztelettel képviselőtársaimat, hogy a nevük felolvasása után álljanak fel és hangosan mondják be a szavazatukat. Barta Endre. Igen. Lőrinci Konrád. Igen. Mészáros László. Igen. Mezei Zsolt. Igen. Motyovszki Mátyás. Igen. Orosz Csaba. Igen. Raduka Zsuzsanna. Igen. Szabó Zsolt. Igen. Szántó Péter. Igen. Szepesi Attila. Igen. Tóth Kálmán. Igen. És az én szavazatom is igen. Megállapítom, hogy a szavazás eredménye 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadtuk a határozatot. Áttérünk második napi rendi pontunkra, amely javaslat a Dunajváros megyei jogúváros önkormányzata, a Halászteleki Református Egyházközösség, a Dunajvárosi Szakképzési Centrum között haszonkölcsönszerződés megkötésére. Napirendi pont rövid tartalma szerint a Halászteleki Református Egyházközösség főgondnoka és lelkipásztora levélben kereste meg az önkormányzatot, melyben kérte az önkormányzattal megkötött haszonkölcsönszerződés módosítását a tálalókonyha területének biztosítása érdekében. Kérdezem az ügyrendi igazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán elnök urat, hogy a bizottságok véleménye ezt az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleménye ezt az előterjesztést, és 4 igen szavazattal közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen, elnök úr, szintén kérdezem, mint a pénzügyi gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnökét, hogy a bizottságuk véleménye ezt az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleménye ezt az előterjesztést, és a határozati javaslatot 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Köszönöm szépen, elnök úr, most pedig kérdezem az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnökét, Szántó Péter elnök urat, hogy a bizottságuk véleménye ezt az előterjesztést. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester, tisztelt közgyűlés, bizottságunk véleménye ezt az előterjesztést, és 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Köszönöm szépen, elnök úr, kérdezem, hogy kérdés hozzászólási javaslat a napi rendi ponttal kapcsolatban van-e? Jelentkezőt nem látok, a döntési javaslatot ismertetem. A közgyűlés úgy határoz, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Dunajváros Belcsényi út 6-10 szám alatti, a Bocskai István Református Oktatási Központ Szabó Magdatak intézménye által használt iskolai konyha, tálalókonyha, ingatlanrészt haszonkölcsönbe adja a Halászteleki Református Egyházközösség részére a határozat mellékletét képező haszonkölcsön szerződésnek megfelelő tartalommal. Aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt kérem igennel szavazzon. Tizenkettő igen szavazattal elfogadtuk. Átérünk a harmadik napi rendi pontunkra, amely javaslat a Dunajvárosi Ivoda alapítókiratának módosítására és a Dunajváros megyei jogúváros önkormányzata közgyűlésének 277/2023-as és 329/2023-as határozatai hatályon kívül helyezésére. A napi rendi pont rövid tartalma szerint a közgyűlés a 277/2023 és a 329/2023-as határozatával módosította a Dunajvárosi Ivoda alapítókiratát. A Magyar Állam Kincstár hiánypótlásra szólította fel az önkormányzatunkat, a hiánypótlás a két korábbi közgyűlési határozat hatályon kívül helyezésével és egy új alapítókirat elfogadásával teljesíthető. Kérdezem az ügyrendi igazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán elnök urat, hogy a bizottság véleménye ezt az előterjesztést. Tisztelt polgármester, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleménye ezt az előterjesztést, és 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a tisztelt közgyűlésnek. Köszönöm szépen, elnök úr, most az Oktatási, Kulturális és Társadalmi Kapcsolati Bizottság elnökét kérdezem, Szántó Péter elnök urat, hogy a bizottságuk véleménye ezt az előterjesztést. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, bizottságunk véleménye ezt az előterjesztést, és 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy kérdés hozzászólási javaslat a napi rendi ponttal kapcsolatban van-e? Jelentkezőt nem látok, a döntési javaslatot ismertetem. A közgyűlés a 277/2023-as határozatát, valamint a közgyűlés 329/2023-as határozatát hatályon kívül helyezi. A közgyűlés a 346/2022-es számú határozatával elfogadott Dunajvárosi Ivoda alapítókirata módosítására a határozati javaslatban foglalt módosítókiratot fogadja el. Aki határozati javaslatot elfogadja, ezt kérem igennel szavazom. Tizenkettő igen szavazattal elfogadtuk. Átérünk a negyedik napi rendi pontunkra, amely javaslat a védőnői feladatellátás átvételéhez kapcsolódó, az ingatlanok és ingóságok használatának részletes szabályról szóló a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktatókórházzal kötendő megállapodás véleményezésére.
Napi rendi pont rövid tartalma szerint az irányító vármegyei intézmény megküldte a területi védőnői ellátást szolgáló ingó és ingatlan vagyon használatának szabályairól szóló megállapodás tervezetét. Az előterjesztés a megállapodás tervezet véleményezésére irányul. Kérdezem az ügyrendi igazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán elnök urat, hogy a bizottságok véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleményezte az előterjesztést. 4 igen szavazattal közgyűlés tárgyalásra alkalmasnak találta. Köszönöm szépen, elnök úr. Most szintén önt kérdezem, mint a pénzügyi, gazdasági és városvezetési bizottság elnökét, hogy a bizottságok véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleményezte az előterjesztést, hogy a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Most a Szociális Egészségügyi és Lakhatási Bizottság elnök helyettesét, Mogyoszki Vátyást kérdezem, hogy a bizottságok véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság tárgyalta a napirendi pontot és a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy kérdés hozzászólás javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e? Jelentkezőt nem látok, a döntés javaslatot ismertetem. A közgyűlés a megállapodás védőnői feladatellátás átvételéhez kapcsolódó az ingatlanok és ingóságok használatának részletes szabályról elnevezésű dokumentumot áttekintette, és a megállapodással kapcsolatban az alábbi véleményt alakítja ki. A megállapodásban szereplő birtok átruházás helyett ingyenes használat kerüljön be, a megállapodás kettes pontja ennek megfelelően kerüljön javításra. Aztán az önkormányzat nem vállalja az átadott vagyontárgyak fenntartását, üzemeltetését, karbantartását, a rendkívüli események kezelését, ezért a harmadik, negyedik pont kerüljön törlésre a megállapodásból. Aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt kérem igennel szavazzon. Tizenkettő igen szavazattal elfogadtuk. Áttérünk az ötödik napi rendi pontunkra, amely javaslat a K&H Bank ZRT-vel megkötött fejlesztési hitelszerződés összegéből megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó egyes vállalkozási keretszerződéseknek egyes számú módosítására. Napi rendi pont rövid tartalma szerint az előterjesztés a K&H Bank ZRT-vel megkötött fejlesztési hitelösszegből megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó egyes vállalkozási keretszerződések egyes számú módosítására tesz javaslatot. A módosítások műszaki tartalmat és teljesítési határidőt érintenek a vállalkozói díj változatlan hagyásával. Kérdezem az ügyrendi igazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán elnököt, hogy a bizottságok véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleményezte az előterjesztést, és 4 igen szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen, elnök úr, most szintén önt kérdezem, mint a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnökét, hogy a bizottságok véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleményezte az előterjesztést, és az egyes, kettes határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Köszönöm szépen, elnök úr, felhívom tisztelt képviselőtársaim figyelmét, mint hogy az elhangzott az előterjesztés egyes és kettes határozati javaslatokat tartalmaz, mindkét határozati javaslatról külön-külön szavazunk. Kérdezem, hogy kérdés hozzászólási javaslat a napi rendi ponttal kapcsolatban van-e? Jelentkezőt nem látok, az egyes döntési javaslatot ismertetem. A közgyűlés úgy határoz, hogy hozzájárul Dunai város területén közösségi találkozópont és közösségi internet kialakítása tárgyában 2023. június 6-án a DVG ZRT-vel létrejött vállalkozási keretszerződés egyes számú módosításához a vállalkozási díj változatlanul hagyása mellett. Aki az egyes határozati javaslatot elfogadja, ezt kérem igennel szavazzon. Tizenkettő igen szavazattal elfogadtuk, a kettes döntési javaslatot ismertettem. A közgyűlés úgy határoz, hogy hozzájárul Dunai város területén közterületi játszótér és közterületi fitness park kialakítása tárgyában 2023. június 6-án a DVG ZRT-vel létrejött vállalkozási keretszerződés egyes számú módosításához a vállalkozási díj változatlanul hagyása mellett. Aki a kettes határozati javaslatot elfogadja, ezt kérem igennel szavazzon. Tizenkettő igen szavazattal elfogadtuk. Áttérünk a hatodik napi rendi pontunkra, mely javaslat vállalkozási szerződés megkötésére a DVG ZRT-vel a partvédmű tereplépcsőjének karbantartási munkainak elvégzésére. A napi rendi pont rövid tartalma szerint az előterjesztés a vállalkozói szerződés megkötésére a DVG ZRT-vel a partvédmű tereplépcsőjének karbantartási munkainak elvégzésére tesz javaslatot. Kérdezem az ügyrendi igazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán elnök urat, hogy bizottságok véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleményezte az előterjesztést, és 4 igen szavazattal közgyűlés tárgyalása alkalmasnak találta. Köszönöm szépen, elnök úr, most szintén önt kérdezem, mint a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnökét, hogy a bizottságok véleményezte az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleményezte az előterjesztést, és a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés hozzászólás javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e? Jelentkezőt nem látok, a döntés javaslatot ismertetem. A közgyűlés úgy határoz, hogy a partvédmű tereplépcsőjének karbantartási munkáinak elvégzését bruttó 18.415.000 forint összegért a DVG ZRT-vel végezteti. Aki határozott javaslatot elfogadja, ezt kérem igennel szavazzon. Tizenkét igen szavazattal elfogadtuk. Áttérünk a hetedik napi rendi pontunkra, mely javaslat a Dunajvárosi Jégcsarnokra vonatkozóan üzemeltetési szerződés 2. számú módosításáról. A napi rendi pont rövid tartalma szerint az önkormányzat és a Dunajvárosi Jégkoron Kft. Között létrejött üzemeltetési szerződés 2023. június 30-a napjáig áll fenn, így az előterjesztés az üzemeltetési szerződés meghosszabbítására tesz javaslatot 2023. július 1-e napjától 2024. június 30-a napjáig. Kérdezem az ügyrendigazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kámán elnököt, hogy a bizottságok véleménye az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleménye az előterjesztést, és 4 ilyen szavazattal elfogadásra javasol a tisztelt közgyűlésnek. Köszönöm szépen, elnök úr, most szintén önt kérdezem, mint a pénzügyi gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnökét, hogy a bizottságok véleménye az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleménye az előterjesztést, és a határozati javaslatot 6 ilyen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés hozzászólási javaslat a napi rendi ponttal kapcsolatban van-e? Jelentkezőt nem látok, a döntési javaslatot ismertetem. A közgyűlés, az önkormányzat és a Dunajvárosi Jégkoron Kft. Között 2023. július 1-e napjától 2024. június 30-áig terjedő időszakra szóló, a Dunajvárosi Jégcsarnokra vonatkozó, a határozat mellékletét képező üzemeltetési szerződés 2. számú módosítását elfogadja. Aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt kell még ennél szavazzom. 12 igen szavazattal elfogadtuk. Átérünk a 8. napi rendi pontunkra, amely javaslat a Dunet Nonprofit Kft. Által megkötendő hulladékgyűjtési szállítási közfeladat ellátására irányuló 2023. július 1-től szóló közreműködői szerződés véleményezésére. Napi rendi pont rövid tartalma szerint a hulladékgazdálkodási rendszer 2023. július 1-től átalakul. Dunet Nonprofit Kft. Megküldte a Vertikál ZRT által előkészített szerződés tervezetét, amely alapján elláthatna hulladékgyűjtési szállítási közfeladatot. Kérdezem az ügyrendigazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kámán elnök urat, hogy a bizottságok véleménye ezt az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleménye ezt az előterjesztést, 4 igen szavazattal közgyűlés tárgyalásra alkalmasnak találta. Köszönöm szépen, elnök úr, most szintén önt kérdezem, mint a pénzügyi gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnökét, hogy a bizottságok véleménye ezt az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleménye ezt az előterjesztést és a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadásra javasol a közgyűlésnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés hozzászólás javaslat a napi rendi ponttal kapcsolatban van-e? Jelentkezőt nem látok, a döntés javaslatot ismertetem. A közgyűlés aként határoz, hogy felhatalmazza a Nulet Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét, hogy a határozati javaslatban szereplő ott opció valamelyike szerint kössön szerződés 2023 második fél évre vonatkozóan az ott meghatározott feltételekkel. A közgyűlés felhatalmazza a Dunet Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét, hogy az egyes határozati pontban felsorolt opcióknál kedvező feltételekkel szintén köthet szerződést, egyúttal utasítja az ügyvezetőt, hogy a határozat alapján megkötött szerződést 2023. július 5-e napjáig küldje meg a polgármester részére. Aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt még ennél szavazzon. 12 igen szavazattal elfogadtuk. Áttérünk a 9. napi rendi pontunkra, amely javaslat a TOP 6 4 1 16 2 2018 00001-es kerékpárútfejlesztése Dunajvárosban projekttel kapcsolatban in-house szerződés megkötésére. A napi rendi pont rövid tartalma szerint az előterjesztés a kerékpárúthálózat fejlesztése Dunajvárosban projekt megvalósítása érdekében kivitelezéssel kapcsolatos döntések meghozatalára in-house szerződés megkötésére irányul. Kérdezem az ügyrendigazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kámán elnök urat, hogy a bizottságok véleménye ezt az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleménye ezt az előterjesztést, 4 igen szavazattal a közgyűlésnek tárgyalása alkalmasnak találta. Köszönöm szépen, most szintén őt kérdezem, mint a pénzügyi gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnökét, hogy a bizottságok véleménye ezt az előterjesztést. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság véleménye ezt az előterjesztést, a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés hozzászólás javaslat a napi rendi ponttal kapcsolatban van-e? Jelentkezőt nem látok, a döntési javaslatot ismertetem. A közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a kerékpárúthálózat fejlesztése Dunajvárosban projekt megvalósításához szükséges kivitelezési feladatok in-house-ba átkerüljenek a DVG Dunajvárosi Vagyonkezelő ZRT-hez, melynek ellenértéke összesen bruttó 510.983.487 forint. Aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt kérem igennel szavazzon.
12 igen szavazattal elfogadtuk. Napirendi pontjainkat befejeztük. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy elfáradt a mai közgyűlésünkre. További szép napot kívánok Önöknek, minden jót, viszontlátásra!